az artroszkópia, ez egy ízületi csőtükrözés, ami azt jelenti, hogy egy kis lyukon egy csőkamerát vezetünk be egy zárt üregbe, a zárt üreget túlnyomással, folyadékkal töltjük föl, és ebbe a folyadéktérbe kellő élességgel az összes alkotóelemet vizuálni tudjuk, tehát tökéletesen látjuk, egy másik lyukon, vagy akár még két másik lyukon, különböző vágó, szívó és elimináló eszközöket vezetünk be. Ezáltal a porc felszíneket tudjuk helyreállítani, akár ledarálni, leséverezni, sejtrobbantó készülékkel milliméterenként lefaragni. Ha csontig hiányzik, akkor van egy ehhez kiegészítő porc átültető műszerpark, akkor a porc felszínt is tudjuk pótolni bizonyos határokon belül, illetve a levált akadályozó szöveteket eltávolítani, vagy a szakadt ízületen belüli szallagokat gyakorlatilag félig meddig az ízület megnyitása nélkül megpótolni, úgyhogy az tökéletes legyen a későbbiekben. A műtéti idő tekintetében óriási különbség nincs, hiszen amennyivel egyszerűbb a beteg szempontjából ez a műtéti eljárás, annyival bonyolultabb a műszerezettsége, mint láttuk. Az óriási különbség a beteg gyógyulásának a műtét utáni fázisában van. Az ízületet, mint mondtam, pár lyukon keresztül vizualizáljuk, tehát azon keresztül dolgozunk és látunk. Ezért nem kell megbontani az ízület burkát, nem kell károsítani izmokat, tokot, szalagokat. Lényegesen hamarabb és lényegesen jobb minőségben gyógyul ezt követően a beteg. Ezzel az eszközzel a napi limit az 4-5 műtétünk. Évi nagyságrendben a győri balesetsebészeten olyan 4100 műtét van, ez a 12-es évre vonatkozik, és ebből 456, tehát több mint 10%-a volt az artroszkópos műtét. Ezt az eszközt Győr megyei jogú város közgyűlése egyhangulag szavazta meg, 20 millió forint. Ez egy óriási összeg, egy szakág fejlesztésére vonatkozólag. Győr Magyarország egyik sportfellegvára lett, és azért a sportolók ellátásával kapcsolatban fejlesztették ki szinte alapvetően ezt az eszközt, tehát a minél hamarabb munkába, minél hamarabb sportbeállás vonatkozásában.